Sok autós volt előrelátó, és vette meg már decemberben az idejévre szóló autópálya matricáját. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rekordszámú értékesítéssel zárta az elmúlt év utolsó hónapját az országos e-matricák esetében. Számokra lefordítva ez 60 ezer eladott vinyettát jelent, ami 4 ezerre több, mint egy évvel korábban. Noha akkor egy héttel hosszabb volt az elővásárlási időszak. A megyei e-matricánkból 82 ezret adtak el, ez nagyjából ugyanannyi, mint 2019-ben volt. A megyei matricák sorrendjében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az eléggé hátul szerepel. Az összesen eladott 82 ezer matricából mindössze 900 darab volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére érvényes, míg egy évvel korábban mintegy 1000 megyei matrica fogyott az előértékesítési időszakban. Azt gondoljuk, hogy azok, akik az előértékesítési szakaszban decemberben nem vásárolták meg a matricát, ők januárban fogják pótolni. Sok matrica jár le január végén, néhány nappal ezelőtti adatok szerint még körülbelül 250-300 ezret kell megújítani. A különböző díjkategóriákat tekintve az látszik, hogy a főként áruszállításra használt kis haszongépjárművekre szóló vinyetták iránt nőtt meg a kereslet közel 20%-kal, emellett az utánfutókra érvényesből is jóval több fogyott. A klasszikus személygépjárműveknél egy minimális visszaesés tapasztaltak, amit a vezérigazgató szerint a rövidebb előértékesítési időszak is okozhatott. A buszok üzemeltetői még óvatosabbak voltak, ennél a típusnál jelentősen csökkent a decemberben eladott e-matricák száma. Nem csak ezen a téren, az értékesítés helyszínét, felületét tekintve is történtek változások az elmúlt években. Általában az embereknek még mindig 70% a benzinkúton vásárol, tehát a fizikai érintkezéssel együtt járó vásárlási módot választja. Ez volt egészen tavaly márciusig az általános. Azért látszik, hogy a járványhelyzet ez változást jelentett, változást hozott ebből a szempontból, de így is csak egy 10%-os elmozdulás történt a különböző elektronikus módozatok irányába. Az e-matricák egyébként az infláció augusztusi mértékével összhangban 3,9%-kal drágultak idén minden típus esetében. A tavaly vinyetták még a hónap végéig használhatók a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon, addig lehet megújítani ezeket. A 2021-es matricák pedig jövő év január 31-ig lesznek érvényesek.